Az ember mindig törekedett arra, hogy saját képességeit fejlessze és kibővítse mesterségesen megalkotott eszközök révén. Ebben nagy előrelépést jelentett a 20. században a számítógépek megjelenése, hiszen ezzel lehetővé vált az emberi intelligencia gépekben való alkalmazása. A mesterséges intelligencia kifejezést először McCarthy professzor, a Dartmouth Egyetem tanára alkalmazta 1956-ban. Gondoltad volna, hogy a közösségi média böngészése közben, vagy az online filmek és zenék streamelése során is találkozol mesterséges intelligenciával? Ezek az alkalmazások olyan algoritmusokat használnak, amelyek megtanulják az ízlésedet, és később olyan tartalmakat ajánlanak, amelyek valószínűleg érdekelnek majd téged. AI-nak, más néven mesterséges intelligenciának, egy program, gép, vagy egy mesterségesen létrehozott tudat által mutatott intelligenciát nevezünk. A köznyelvben a fogalmat leggyakrabban számítógépekkel kapcsolatban használjuk. Bár a filmek és könyvek alapján barátságos robotok jutnak eszünkbe, ha a mesterséges intelligenciára gondolunk, valójában a telefonunk, számítógépünk használata során láthatatlanul is életünk részévé válik. A gépi tanulás a mesterséges intelligencia részhalmazának tekintendő. Egy intelligens számítógép emberi gondolkodást kísérel meg, és egyedül hajt végre feladatokat. A számítógépek emberi logika használatára való betanításának egyik módja a neurális hálózat használata, amely olyan algoritmusok sorozata, amelyek az emberi agy modellje alapján készültek. A Microsoft AI for Good kezdeményezése segít, hogy egyszerűbben, hatékonyabban és gyorsabban oldhassunk meg mindennapi és társadalmunkat egyaránt érintő problémákat. Legyen szó akár humanitárius segítségnyújtásról, akár egy védett növényfaj megmentéséről. A mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyújt számunkra, hogy hatással legyünk a körülöttünk lévő világra. De mire használható mindez a gyakorlatban? Akár bizonyos állatfajok megmentésében is jelentős szerepe lehet a mesterséges intelligenciának. A Hortobágyi Nemzeti Park vadlovait például a tudósok drónokkal figyelték meg. A drónfelvételek automatikus elemzéséből származó adatokat pedig a védett állatok életmódjának és viselkedésének kutatásához használják. A mesterséges intelligencia nem csak a mindennapjainkat teszi könnyebbé, hanem környezetünk megóvásában is segítségünkre lehet. Gépi tanulással kombinált automatizmusok révén ideális mezőgazdasági folyamatok alakíthatók ki, gyorsabban elemezhetők a légszennyezés okai, megújuló energiaforrások működtethetők, melyek révén egyre több háztartás energiaellátása oldható meg, vagy segíthet az óceánok műanyagmentesítésében is. További izgalmas információkért látogass el a Microsoft Magyarország weboldalára!